Köszöntöm Önöket, ez a közügyek, Farkas Aténa vagyok. Műsorunk elején a post-covid lelki okairól beszélgetünk, majd megnézzük, milyen eredményt hozott az a vajdasági oktatáskutatás, amelynek során több mint 5500 kérdőívet töltöttek ki a középiskolások. Ezután szó lesz az emlődaganatról, műsorunkból megtudhatják, hogyan kell önvizsgálatot végezni. Hamarosan megnyit a Kültéri medence Óbecsén, helyi aktualitásokról lesz szó, majd pedig a szerbiai csecsemőrablásokról készült kisjátékfilm alkotói mesélnek a forgatásról, a film céljáról. Tartsanak velünk! A COVID-19 fertőzés leginkább a tüdőt és a szív-érrendszert támadja meg, azonban egyre több esetet feldolgozó statisztikák, kutatások mutatnak rá a neurológiai érintettségre is. A koronavírus fertőzés után a tünetek hosszú távon, akár több héttel vagy hónappal később is fennállhatnak. Ezek a többi között az agy működésének fennakadásában, vagy akár látászavarban, szédülésben is megnyilvánulhatnak. A post-COVID szindrómáról most dr. Kovács László tüdőspecialista beszél bővebben. Post-COVID szindrómáról akkor beszélhetünk, hogyha betegség akut fázisa után, lefolyása után, még 12 héten is túl jelentkeznek tünetek. A legfontosabb tünetei a post-COVID-nak az a nehéz fáradékonyság, tehát komoly fáradékonyság. Ez azt jelenti, hogy a személy, aki mondjuk rá normálisan aktív volt 16-20 óra hosszát is, az nem képes mondjuk rá egy minimális fizikai megterhelés után fönt maradni, hanem le kell neki bár egy fél órát, órát pihenni. Tehát ez nem magyarázható mással, csak ezzel a vírus utáni stádiummal. A betegnek van kifejezett erőtlensége, nehezen bírja bevenni a levegőt, tehát a mély légzés az korlátozott, és lehet légszomja is, tehát nem kap elég levegőt. A másik vagy a harmadik dolog, ami még jellegzetes, hogy a mellkasba jelentkezhetnek fájdalmak, mikor milyen be akarja a beteg venni a levegőt. Most az lehet vagy az izom, vagy a csont, vagy valami más ízületi probléma, ami blokkolja a mély belégzést. Ezek lennének mondjuk a magos lázon kívül, ami szintén megjelentkezik, meg fejfájás, egy általános legjellegzetesebb tünetek. Most, mivel tudjuk, hogy a koronavírus az egy multiszisztémikus betegséget okoz, tehát nincs a szervezetben olyan szerv, amit nem támad meg. Tehát itt a tünetek is lehetnek mondjuk egy 30-40-et felsorolni, attól függően, hogy kinek mi a legfontosabb panasza. Mondom, vannak ezek az általános panaszok, akkor hogyha megyünk a szervekhöz csatlakozva, vagy a szervekhöz kapcsolódva, akkor a legsűrűbben ugye a szív, a tüdő és az idegrendszer vagy az agyrendszernek a károsodása tapasztalható. A stúdió vendége pedig primárius dr. Sángi Zoltán, neuropszichiáter. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Milyen lelki hatásai lehetnek a koronavírus fertőzés okozta betegségnek? Itt ugye hallhattuk az imént a testi tüneteket, de a lelki egészségre ez hogyan hat? Hát én úgy gondolom, hogy meglehetősen összetett történet ez, ami a lelki hatását illeti ennek a történelmi időszaknak, és ugye ennek a külső ágensnek, a koronavírusnak. Tudnélik, ugye alapvetően szembe találkozunk egy meglehetősen ismeretlen jelenséggel. Ugye ez önmagában kivált minden személyiség részéről egy reagálási kényszert. És hát nyilvánvalóan, hogy megtörténik-e a testi, vagy nem történik meg a testi befertőződés, ugye a betegség, beteggé válás, hogy ez meghatározza azután azt, hogy a pszichés, az érzelmi, az emocionális
hát része, ugye, hogyan alakul tovább. Nyilvánvalóan, hogy alapvetően a személyiség szerkezeti típus az, ami meghatározza, ki hogyan reagál egy betegségre egyáltalán, tehát nyilván erre is. Talán más az a tört azzal a mozzanattal, hogy meglehetősen tarka, heterogén, egymásnak ellentmondó információ áradat ért és ér bennünket a mai napig ezzel kapcsolatban, ami meglehetős zavartságot, konfúziót tart mindenkinél jelen, akkor most akkor hova forduljak, akkor most melyiknek higgyek, akkor most ki mond igazat, akkor most, ugye, ebből a konfúzióból ered, ugye, azután, vagy ered azután, ugye, a védőoltás ellenesség is, amelyről szintén, ugye, vagy amelyet szintén megtapasztaltunk. Maga a személyiségszerkezet típusa meghatározza azt, hogy hogyan reagálunk egy betegségre. Reagálunk szorongásos zavarral, reagálunk szorongásos depresszióval, poszt-stressz szindrómával reagálunk, hirtelen akár tudati krízissel, tehát nagyon heterogén ugye azok a klinikai képek, amelyek, tünetek, amelyek megjelenhetnek. Ha azokról beszélünk, akik átestek a betegségen, az ő körükben a post-covid inkább azok között figyelhető meg, akik kórházi kezelésre szorultak, vagy pedig akik inkább az enyhébb tünetekkel vészelték ezt át, és nem kerültek úgymond intézményi keretek közé a kezelésükkel. Hat-e ez a maga az intézményi háttér a post-covidra? Na most ugye használjuk az utóbbi időben ezt a post-covid szindróma kifejezést, ami meglehetősen mesterséges és nem tudományosan alátámasztott fogalom. Minden eset eléggé elterjedt, ugye. Tehát utalunk ezzel arra, hogy azoknál, akik valamilyen kapcsolatba kerültek a Covid-dal való fertőzöttségnek, átfeküdték, ugye betegekké váltak, otthon voltak, karanténban vagy kórházi kezelésen voltak, ugye. Tehát azoknál, ezeknél van egy specifikus odafigyelés, ugye, az érzelmi életükre is, a lelki életükre is, miután ugye a testi, hát megtörtént a testi betegség vagy befertőződés. Ebből ugye azután az látszik tulajdonképpen, hát legvalószínűbbnek, hogy van valamilyen specifikussága ennek a kórnak, amely a testi elváltozáson, betegségen kívül ugye, a pszichés területre is kifejti a hatását. Ismételnem kell azonban azt, hogy ez a post-covid szindróma fogalom, ez nem egy tudományos fogalom, nincs ilyen jellegű entitás. Ugye, ez a tarkaság, amely megjelenik, tarka tünetegyüttes, ami megjelenik, amit említettem, ugye ezeknek és a COVID pandémia jelenlétének az egymásra hatása vagy összefüggése ugye, hozhat egy ilyen következményt, hogy ennek a pandémiának ugye, egy specifikus, vagy van egy ilyen emocionális utózöngéje is, hogy van-e a központi idegrendszeren szervi elváltozás, tehát magára az agyszövetre, ugye, ezt nem bizonyíték erre nincs a mai napig, ugye, tehát ott, ahol nyilván ugye szervi elváltozás nem mutatható ki, ott a pszichés tünetek megjelenése ugye, és a szoros kötése a szervi elváltozáshoz az nem hozható kapcsolatba. Tehát úgy gondolom, hogy van egyfajta pszichés többletterhellődés az emberekben ez miatt. De hogyan lehet ezt kezelni? Hogyan tudunk kilábalni ebből? Van, de hát ennek a kezelése viszont ugye, nagyon is rendelkezés áll, hiszen azokat a tüneteket, azokat a pszichés nehézségeket, amelyeket fölismerünk magunkon, ugye, az előbb említettek formájában, tehát szorongás, fokozódás, álmatlanság, depresszió, szorongásos depresszió, stressz terheltség állapota, ugye, ezeket lehet kezelni, és én mindenkit arra biztatok,
és ezt a tapasztalatom is valahol azért ezt alátámasztja, hogy akik ugye erre segítségét fordulnak, hogy ebből nagyon szépen ki lehet lábalni, és vissza tud utána nyilván térni a szokványos mindennapi életmenetbe. Doktor úr, köszönjük szépen, hogy a vendégünk volt. Köszönöm a lehetőséget. A koronavírust csak a vakcina képes megfékezni. Csak a kellő számban beoltott ember képes eltüntetni a vírust. Vegye fel a védőoltást a saját, a családja és az ismerősei érdekében. Oltassa be magát. Legyen újra régi az életünk. Tanulási célok és motiváció. Decemberben zárták az iskolák az online kérdőívek kitöltésének megvalósítását. 27 vajdasági intézményből több mint 5500 középiskolás töltötte ki a kérdőívet. A felmérést több mint 40 együttműködő tanár szorgalmas, lelkiismeretes és odaadó munkája kísérte. A felmérésben résztvevő tanulóknak két online kérdőívet kellett kitölteniük. Ez a kérdőív egy kis időt vett igénybe, körülbelül 10-15 perc volt a kitöltése, és az iskolával kapcsolatban kaptunk kérdéseket, tehát főleg arról volt szó, hogy hogyan veszük át a tananyagot, a tanárok mennyire érthetően tudnak magyarázni, mennyire összetartó az osztály, és hasonlók. Mennyire voltak világosak a kérdések? A kérdések nagyon egyszerűek voltak, tehát jól megérthetőek voltak. Ugye mi online kapcsolatban voltunk a tanárnővel, tehát tudtunk segítséget is kérni, ha szükség volt róla. És ez a kérdőív ugye két részből állt. A második rész az főleg a magyar és a matematika tantárgyakra volt így összpontosítva. A kutatásban 10 község, 27 tanintézménye vett részt, köztük a szabadkai Bószemi Lítjevics közgazdasági középiskola is. Mivel hogy különböző osztályokban tanítok, ezért nagyon érdekes megismerni azt, hogy egyes osztályokban a tanulók miért és hogyan teljesítik a feladatokat, és ezekkel az információkkal, amiket majd a kutatásból fogunk nyerni, rájuk tudjuk illeszteni gyakorlatilag a tanítási módszereinket, sokkal hatékonyabbak tudunk lenni, és könnyebben tudjuk motiválni. Azáltal pedig, hogy könnyebben motiváljuk őket, ők is könnyebben sajátítják el a tananyagot, ami egy közös érdek kettőnk számára. Itt a közgazdasági középiskolában magyar nyelven elsőtől negyedikig a közgazdasági technikusi szak és a turisztikai technikusi szak tanulói, szerb nyelven pedig elsőtől harmadikig a közgazdász szak tanulói és szintén a turisztikai technikus tanulók azért, hogy ezek az kapott információk könnyebben összehasonlíthatók legyenek akár így a különböző nyelvek tanulói között is. Az Entai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola diákjai is részt vettek az online kérdőív kitöltésében. Az intézmény igazgatója elmondta, semmiféleképp sem szerettek volna kimaradni ebből a kezdeményezésből. Mindegyik iskolában vannak olyan kérdések, nem mondanám, hogy problémák, inkább kérdések, amiknek talán kicsit mélyebb hátterük van, mint az, amit maga az iskola le tud mérni, fel tud mérni, a végére tud járni. Úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, és reméljük, hogy az eredmények is úgy fognak alakulni, vagyis az eredményekből tudunk majd tanulni, és tudjuk majd jobbá tenni a munkánkat. Az Entai Közgazdasági Iskola volt az egyik olyan iskola, ahol szinte a diákok 100%-a megcsinálta a kérdőívet, úgyhogy mindegyik osztállyal nagyon szépen meg tudtuk oldani az online kérdőív kitöltését. Természetesen a kapott utasításokat betartottuk, és ami a műszaki részét illeti, semmilyen probléma nem volt, a diákok nagyon szépen dolgoztak, és úgymond hallgattak ránk, akik csinálták velük technikailag ezt a kérdőívet. A vizsgálat célja a vajdasági középiskolás tanulók célorientáltságának és célstruktúrájának feltárása, összehasonlítása volt. Emellett a középiskolai tanárok motivációs célstruktúrájának felmérése és azok összevetése. Egy olyan átfogó képet kaptunk a kutatás eredményéül, amely valójában innovatív, és amely rámutat arra, hogy a középiskolások hogyan élik meg a
mindennapjaikat, milyen a tanuláshoz való viszonyuk, melyek azok a tényezők, amelyek befolyásolják a tanulást. És ezek kulcsfontosságú kérdések, hiszen ezek vezetnek az oklevél sikeres megszerzéséhez, a szakma elsajátításához és a szülőföldön való boldoguláshoz, érvényesüléshez. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk a középiskolák igazgatóinak, a tanároknak, hogy nyitottak voltak a kutatás iránt, és hogy befogadták a kutatást, valamint hogy segítették annak a sikeres lebonyolítását. A vajdasági oktatáskutatást 2020 projektbe a Magyar Nemzeti Tanács is bekapcsolódott. Olyan adatok, információk jutnak el hozzánk szülőről, diákról és pedagógusokról, amelyek nélkülözhetetlenek a jövőbeni tervezés szempontjából, és még fontosabb az, hogy éppen itt a koronavírus helyzet mutatta meg, hogy a diákok kiszolgáltatottsága, az emberek kiszolgáltatottsága, a diákok önbecsülése, önértékelése, célorientációja és mindaz, ami az iskola alapvető feladata, hogyan miként tud egyik pillanatról a másikra, ugye egy távolságba, egy virtuális térbe kerülni, és hogyan tudjuk ezt visszahozni úgy, hogy az oktatásunk központjában a gyermek álljon. Az általános elemzés után egy adott intézmény eredményeit elemzik majd, amely mintaként, ötletforrásként is szolgálhat majd a többi középiskolának. A stúdióban a vendégem pedig Pásztor Krisztina, a Probitas civil szervezet elnöke, amely kezdeményezője és a lebonyolítója is volt a felmérésnek. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok a nézőknek, és szervusz! Mit mértek a kérdőívekkel, és hogyan tud ez segíteni a tanároknak, az intézményeknek? Egy komplex mérőeszköz van a kezünkben, és ennek 5 része van. Mértünk szociokulturális hátteret. Ez nagyon fontos azért, mert 2 nyelvű kitöltés volt, és 2 nyelven tanulókat mértünk, illetve magyar és szerb oktatási nyelven tanuló tanulókat, illetve mértünk tanulási célokat, ami azért fontos, hogy lássuk azt, hogy min keresztül tudjuk őket motiválni. Osztálytermi célstruktúrát, ami azért fontos, mert például látjuk belőle, hogy az osztályközösségben milyen normatív elvek működnek, mik azok, amelyeket a tanulók követnek, és akár tartják magukat hozzájuk, vagy mik azok, amitől eltérnek, vagy vannak egyáltalán ilyenek adott osztályban. Mértünk tanári célstruktúrát, ami azért volt fontos, hogy lássuk azt, hogy a tanulók hogyan élik meg a tanárokat. Mi most a kérdőívben a magyar, illetve anyanyelv tanárokat és a matematika tanárok célstruktúráit mértük, de ezt bármikor ki lehet bővíteni, és valószínű fogjuk is. Itt nagyon fontos elmondani, hogy nem a tanárt minősítjük, és a tanulóknak a kérdései sem arra irányultak, hogy a tanárt minősítsék. Azt szeretnénk feltárni, hogy hogyan élik meg a tanárt, és milyen célokat közvetít a tanár, milyen elvárásokat élnek meg ők, mint tanulók a tanár részéről. Hogyan tudták felvenni a kapcsolatot az intézményekkel, hogyan tudták az együttműködést kiterjeszteni a tanárokra? Nagyon nagy segítségünkre volt a Magyar Nemzeti Tanács, úgyhogy nagyon nagy köszönet érte nekik, és nagyon nagy segítségünkre voltak a tanárok. Gyakorlatilag a Magyar Nemzeti Tanácson keresztül tudtuk felvenni a kapcsolatot a tanárokkal, mind a 27 iskolában, több mint 40 együttműködő tanár dolgozott a felmérésben, és miután felvettük a kapcsolatot, onnan kezdve már mi dolgoztunk közösen, a workshopokon oktatást is szerveztünk nekik, és utána gyakorlatilag napi kapcsolatban voltunk velük. Milyen eredmények születtek, mit lehet leszűrni, milyen a tanuláshoz való viszonya a vajdasági középiskolásoknak? Nagyon fontos elmondani, hogy az mellett, amit Jerasz Anikó elnök asszony megfogalmazott, hogy innovatív kutatásról van szó, az mellett van benne egy másik újítás is, amit az iskolák eddig nem igazán tapasztaltak talán. Általában, amikor egy kutatásról beszélünk, ilyen nagyobb volumenű kutatásról, akkor az elemzést
szélesebb körben, illetve szélesebb adatokkal végzik el. Ez azt jelenti, hogy általánosabb adatokat kapnak. Az iskolák vettek már részt biztos ilyen kutatásban. Viszont ezek az általános adatok, hogyha lebontjuk iskolára, intézményre, akkor nem biztos, hogy pont ugyanolyan mértékben jelennek meg, lehetnek eltérések. És mi ezt céloztuk meg, hogy az mellett, hogy meg fogjuk jelentetni az általános adatokat, ami a vajdasági tanulókra vonatkozik, ezt úgy gondolom, hogy azért nem hoztam most semmilyen konkrét adatot, mert ezt leírva sokkal-sokkal egyszerűbb látni, ezt közé fogjuk tenni. De most arra fókuszálunk, hogy ez mellett felhívjuk az iskolák figyelmét, hogy az adatokat, igazából az elemzést meg tudjuk csinálni, el tudjuk végezni intézményre lebontva, és aztán úgy, ahogy a Tóth Kornél igazgató úr elmondta, hogy velük már beszéltünk is, tehát az iskola fogalmazott már meg problémát, és ennek a problémának, ezeknek a problémának az okait fogjuk tudni feltárni ezekkel az eredményekkel. Ezek tükrében már említetted, de várható-e folytatás? Mindenképpen az együttműködést az iskolákkal folytatjuk. Van még egy nagyon fontos eleme az egész projektnek, méghozzá kidolgoztunk egy olyan online platformot, ahol nagyon gyorsan összeállítható egy online kutatás. Tudom, hogy vannak olyan platformok már, ahol különböző kérdéveket lehet összeállítani, viszont ez a platform különösen az iskolák számára érdekes, és akkor érdekes, ha kontrolláltan szeretné végezni a felmérést. Az azt jelenti, hogy az osztályt be tudja azonosítani, még akkor is, hogyha a tanulót nem, és nem is feltétlen kell. A mi esetünkben is anonim kérdőívezésről volt szó, tehát teljesen önkéntes anonim. A kutatók és a tanulók között nincsen kapcsolat. Gyakorlatilag mi kutatóként, a kutatócsoport csak számokat lát, osztályazonosítókat és jelszókat. Úgyhogy mindenképpen az mellett, hogy intézményre lebontjuk az eredményeket, és ott helyben reagálunk, vagy keresünk a probléma mögött okokat, vagy próbálunk megoldásokat találni, az mellett mindenképpen szeretnénk, hogyha az intézmények élnének ezzel a lehetőséggel, mert gyakorlatilag, ha van egy kidolgozott kérdőívük, de abban is tudunk segíteni szakmunkatársakkal, pedagógussal, pszichológussal karöltve, igazgatóval karöltve, tudunk fejleszteni kérdőívet, és azt a záró konferencián is elmondtam nekik, hogy gyakorlatilag egy hét alatt lebonyolítható egy intézményben, egy ilyen intézményszintű kutatás. Hát meglátjuk majd az eredményeket. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szépen. Az időjárási viszonyok is kedveznek, június elején Óbecsén megkezdődhet majd a strandidény. Az, hogy melyik nap és milyen feltételekkel nyithat meg a kültéri úszoda, a községi válságstáb június 7-i ülésén dől el. Azoknak, akik sportolni szeretnének az úszás mellett, számos egyéb lehetőséget is kínál a Gyorgyepredin Bacsa Sportközpont. Több hónapos kihagyás után végre ismét járhatnak úszodába Óbecsén. Nem csak a sportolók, de rekreációs céllal úszók is. A nyugdíjasok ráadásul ezt ingyen is megtehetik a Gyorgyepredin Bacsa Sportközpontban. Én nekem nagyon nagy öröm az úszás, minden reggel 8-tól 9-ig úszok. Hát egy pár hónap kimaradt, amikor nem lehetett jönni. És hát évek óta már járok úszni, és a legnagyobb öröm, hogy az unokáim is szeretnek úszni, és velük is jövök. Úgyhogy ez nagyon jó lenne, ha mindannyian itt becsei népek, akik tudnak, azok eljönnének és úsznának, mert azért kevesen vagyunk. Ha az időjárási viszonyok lehetővé teszik, napokon belül a strandidény is megkezdődik a szabadtéri medencéknél. Itt újdonság lesz a tollas labdapálya, de a röplabdapályát is felújították. A strandidényre az előkészületeket elkezdtük még ma és hónap elején. Néhány alkalommal ugye az időjárás közbeszólt és hátráltatta a munkáinkat, de mostani terveink alapján 4-ére valószínűleg, hogy nyitni tudunk. Mindenféleképpen szeretnénk megvárni a válságstáb becsei gyűlését, hogy végső döntést mondjanak abban a kapcsolatban, hogy tudunk enyhíteni esetleg, vagy maradnak a szigorítások. Ha enyhíteni tudunk, akkor az nagy mértékben lendítene a
a látogatók számán, innentől kezdve pedig akkor számíthatunk egy úgynevezett jó szezonra, amikor később tudunk majd esetleg befektetéseket is kieszközölni a sportközpont területén. Az, hogy melyik nap és milyen feltételekkel nyithat meg a kültéri uszoda, a községi válságstáb június 7-i ülésén dől el. Bár a járványhelyzet miatt a sportközpont bevételei a korábbi évekhez képest megfeleződtek, az uszodában változatlan áron lehet majd az idén is jegyet váltani. Az egyéni egyszeri belépőt biztosító ár 200 dinár, van családi belépőt biztosító csomagunk is, ez 3 plusz 1 belépést biztosít, ez 600 dinárba fog kerülni, valamint van három fajta előfizetett belépő csoportunk, ez 35, 18 és 10 belépést biztosít. Az előbbinek az ára 4000, 2200 és 1500 dináros áron van forgalomban. Az utóbbi években sok hazai és külföldi csapat járt Óbecsére edzőtáborba. Sok hónapnyi kiadás után a hazai vendégek a nyáron visszatérnek. A válságstáb döntése nem tér ki, tehát nem szigorítja az edzőtáboroknak a működését, tehát ez nekünk komoly előnyt jelent, mivel ugye a tavalyi évben ezeket is le kellett mondani, az idei évben pedig mind a három nyári hónapunk teljesen le van foglalva, tehát az összes kapacitásunk megtelt, akár a kinti, benti medencét, illetőleg is a nagy sportcsarnokot, illetőleg is. Azt jelenti, hogy úszók, vízilabdázók jönnek? Legfőképpen igen, úszók és vízilabdázók, szinkronúszók jelentkeztek edzőtáborba, valamint vannak replabda és kézilabda csapataink is a listán, akik a nagy csarnokot fogják igénybe venni a nyári hónapok folyamán. A 18.000 négyzetméteren üzemelő sportközpontban jelenleg 20 sportklub működik. Aerobik, fitness és nem régóta kángó jumps edzéseket is tartanak itt. De két edzőterem is működik az épületben. Az önkormányzattal együtt működve az elkövetkező időszakban komoly fejlesztéseket terveznek az óbecsei sportközpontban. Az első körben szeretnénk a nyitott medencének a keretein belül működő három kis medencét teljesen felújítani. Erre már irányultak pályázati alapok megmozgatása, tehát a Tartományi Sport és Ifjúsági Minisztérium pályázatára nyújtottuk be az anyagot. Június 1-én jár le a határidő, és hát én nagyon pozitív vagyok ennek kapcsán, mivel nem nagy összegről lenne szó, és hogyha sikerülne kieszközölnünk, akkor ez egy komoly előrelépést jelentene. A továbbiakban tervünkben van egy olimpiai méretű 33x25-ös méretű medencének a kiépítése, ahol csúszdákat és különböző gyerekprogramokat tudnánk esetleg későbbiekbe beiktatni. Már az idei nyáron is számíthatnak újdonságra az óbecsejek. A Magyar Nemzeti Tanács támogatásával egy szabadtéri fitnesspark épül hamarosan a teniszpályák szomszédságában. A stúdióban pedig Szerda Balást köszöntöm, az Óbecsei Községi Tanács civil szervezetekkel megbízott tagját. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket! Hallhattuk a bejátszásban, hogy az önkormányzattal együtt további terveket, további beruházásokat terveznek megvalósítani. Melyek ezek és mikorra várhatóak? Óbecse ugye nagyon fontos város, illetve nagyon gazdag sportmúlttal rendelkező város, gondoljunk csak a Kásás nevével fémjegyzett vízilabda csapatunkra, vagy ugye akár a többi vízisportra, az úszásra, vagy a kajakkenura. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy végre a sport területén is, és a sportközpont körül is fejlesztések fognak végbe menni. Ugye, ahogy a kisfilmben is elhangzott, a legközelebbi, tehát a legközelebbi jövőbeni fejlesztés, az egy kültéri edzőközpont, edzőpálya létrehozása, illetve ami még a közelebbi jövő béli tervek között szerepel, az a teniszpályák felújítása és a teniszedzések ott való megtartása, és egy fedett teniszpályát is tervezünk, illetve hát nyilván ugye vannak még dolgok, de hát ezek azok, amik most így egy karnyújtásnyira vannak, azt mondhatom. Nemrégiben lehelyezték a hotel alapkövét Óbecsén, akkor is hangsúlyozták a sportra épülő turizmus jelentőségét. Milyen lehetőségek vannak jelenleg? Mit terveznek itt a jövőben ezzel kapcsolatban? Óbecs a fejlődése nyilván ugye turisztikai szempontból is nagyon fontos, és nyugodtan mondhatom azt, hogy Óbecse ilyen szempontból egy piaci rés, ugyanis az elmúlt időszakban hát nem sok minden történt ilyen téren, és tényleg szívesen látunk mindenfajta vállalkozó szelleműt és vállalkozót, vagy befektetőt, aki ezt a fejlődést próbálna elősegíteni. És tényleg ugye nagyon sok minden adott, ugye már csak ott van a sportközpont, amiről az előbb beszéltünk, tehát tényleg, ha végignézünk a Vajdaságban, nagyon kevés település rendelkezik ekkora is ilyen lehetőségekkel rendelkező sportcsarnokkal, és ugye nyilván a most épülő Experience Hotel is a programjára fog tűzni
olyan fajta sportbéli tevékenységeket, mint akár a Tiszán való különböző extrém vízisportok, de akár a kvadok is megemlíthetők nyugodtan. És nem csak a sportra fognak összpontosítani, hanem ugye ez az Arthur Bergman nevű vállalkozó, aki ezt a hotelt építi, külön extrém sportokra specializálódott irodát is nyitó Becsén, ahol aztán a sörbiciklitől kezdve tényleg mondom a kvadigisza és az extrém vízisportokig minden megtalálható lesz, és hát ez is a közeljövőnek a zenéje. Nemrég jelentek meg a községbeli civil szervezetek számára kiírt pályázat eredményei, kiket tudtak támogatni, illetve mely projektek nyertek támogatást? Ugye hát ez egy specifikus év volt ilyen szempontból, ugyanis senki nem tudta, hogy a koronavírus helyzet az milyen hatással lesz majd a közösségi életre, és hát ugye a civil szervezetek, akik hozzánk pályázatot adtak át, azok nyilván mind elsődleges célként a közösségépítést és a közösségben való tevékenykedést fogalmazzák meg. És nyilvánvalóan még nem tudtuk, amikor a pályázatokat kiírtuk ott február végén, hogy alakul majd a vírushelyzet. Most már hál' Istennek látjuk azt, hogy valószínűleg a nyárra többé-kevésbé legalábbis helyreáll a rendszer, és hát nyilván várjuk a megfelelő szerveknek, ugye a válságstáboknak a döntését. Milyen rendezvények várhatók egyébként? Miket terveznek megtartani? Hát van ugye egy csomó olyan rendezvény, ami már megtartatott valamilyen formában, például ugye nagyon sok online rendezvényre került sor, akár ugye táncos zenés műsorok kerültek megrendezésre, vagy csak említsük a tavalyi középiskolások művészeti vetélkedőjét, ami ugye Becse szempontjából megint csak egy nagyon fontos rendezvény. Úgyhogy a pályázatok elbírálásakor nyilván elsősorban azt vettük figyelembe, hogy az adott civil szervezet mekkora hagyományos közösséggel rendel, vagy közönséggel rendelkezik Óbecsén, és nem csak Óbecsén, hanem Vajdaságban. Illetve nyilván kénytelenek voltunk figyelembe venni az adott projektnek a megvalósíthatóságát is, és ugye ezek alapján tudtunk döntést hozni. Ugye három kategóriában adhattak át pályázatot, az egyik a kultúra kategóriája, itt 11 millió dinár került szétosztásra, a következő a szociális védelem kategóriája, ahol 1,75 millió dinár, illetve az egyéb pályázatok, tehát akik ugye az előző kettőbe nem esnek bele, ott pedig 1,5 millió dinár került szétosztásra. Nyilván igyekeztünk mindenkit támogatni, aki teljes dokumentációjú pályázatot adott át. Természetesen nagyságrendbeli különbségek vannak. Említsük csak meg például a Támfivérek értelmiségi kört, vagy a Petőfi Sándor magyar kultúrkört, vagy az előbb említett középiskolások művészeti vetélkedőit, amik ugye a becsei magyarság szempontjából kifejezetten fontosak. De csak hogy ne csak magyar előjelű szervezeteket mondjak, illetve rendezvényeket, ott van például a májusi játékok, azt is próbáltuk ugye kiemelten támogatni. Hát az idő rövidsége miatt más nem tudok mondani, mint hogy várjuk a meghívókat majd a közelgő rendezvényekre. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Köszönöm a lehetőséget. Soha eddig nem volt ilyen sok emlődaganat műtét Szerbiában, ezt nyilatkozta a szerb közmédiának Danica Grujicsitja, a Szerbiai Onkológiai és Radiológiai Intézet igazgatója. Az Észak-Bácskai körzetben is minden évben több a mellrákkal küzdő nő, és közülük egyre több a fiatal. A körzetben évente 125 és 140 között mozog az újonnan felfedezett emlődaganatos páciensek száma, ebből 25-30% már az áttétes fázisban van. Fontos a rendszeres önvizsgálat és a korai észlelés. A szabadkai Bicskei Erika másodjára lépett az emlőrákból való kigyógyulás útjára. Először 2012-ben diagnosztizálták nála, melyből felépült. Nemrégiben kiújult a betegsége, túl van a műtéten, mint mondja, másodjára lelkileg nehezebben viselte a terápiás folyamatot. Egyszer csak tavaly októberében mentem egy éves ugye, ellenőrzésre, meglett a véreredményem, szuper, jó volt, belső ultrahangok, minden jó, hát jött ugye mammográfia, hát átvittem ultrahangra, látom a doktornő nagyon nézi, nem tetszik neki valami, mindjárt hívta másik doktornőt, összeültek, hát azt mondja, ez egy nagyon rossz kis valami, kis fekete pontocska, azt mondja, 9 év után. Hát sajnos ez így volt. Mindjárt hívtam az onkológusomat, hogy doktornő, hát itt egy nagy baj van. Doktornő nem akart elhinni, hát ugye, hogy jó éreztem magam.
hát megnézte, ugye hát ez kész tények voltak. Rögtön elküldte biopsziára, meglett az eredmény, és a doktornőm elküldött Kamenicára egy sebészhöz. Nagyon hál' Istennek köszönhetem a doktor úrnak, hogy gyorsan beavatkozott. Rapaics Valentina 2 évvel ezelőtt szembesült a mellrákkal, annak ellenére, hogy rendszeresen járt mellultrahangra és mamográfiára. Elmondta, hogy önvizsgálat során vett észre egy csobont magán. A terápiák sikeresnek bizonyultak, de a másik mellét is el kell távolítani. Észleltem a mellbimbom mellett egy olyan borsós nagyságú, valami kemény dolgot, amire mindjárt reagáltam is. Tehát itt voltak az ünnepek, ugye, és ahogy elmúltak az ünnepek, január 15-e után elkezdtek dolgozni, már akkor akkorák voltak, mint a diószem. Ment mindjárt, nagyon aranyosak az orvosok, együttműködők, rögtön mindent intéznek. Úgyhogy én már mammográfiát, mikor megcsináltam, megcsinálták a biopsziót, stb. Megkaptam az eredményeket. Február elején már akkorák voltak, mint a tojásnagyság. Szóval invazív melldaganat. Februárban elkezdték a kemoterápiákat nálam. Utána, 2 hónapra rá a gyerekem is lebetegedett, őnek is daganata van. Ő a párommal volt a kórházba. Májusban levették a mellemet, totál maszektómia, utána augusztusban jöttek a sugárterápiák, és most várom a következő műtétet. Az egymásért melldaganat megelőzésért és gyógyulásunkért egyesület azzal a céllal jött létre Szabadkán, hogy az orvostudományt összekösse a betegekkel, illetve mindenki számára üzenjen, hogy a korai észrevétel 90%-os gyógyulást tud biztosítani, mondta Ágoston Gabriella alelnök. Az egyesület színes programokkal és életmódvezetési tanácsokkal látja el tagjait. Jelenleg több mint 50-en vannak. Szerdánként délután 4 és 8 óra között várják az érdeklődőket. Meg tudtunk indítani már 2 műhely munkát. Az egyik a fizioterápiai tornagyakorlatok, amelyek a csontritkulás, a kézdaganatok, az ödémás, bármilyen testi folyamatok lezajlódását tudja ellensúlyozni, és ugyanúgy a lelki, tehát pszichológiai műhelymunkát. Ezáltal 2 olyan egyesülettel tudtunk szerződni, akik már a foglalkozásokat beindították, az mellett sétákat és túrákat szervezünk. A tagokkal való beszélgetés alatt kiderült, hogy óriási jelentősége van az önvizsgálatnak és az egészséges táplálkozásnak. De nézzük, hogyan is néz ki a gyakorlatban az önvizsgálat. Az otthon könnyen elvégezhető mellvizsgálatot Pósa Vivien, a Szabadkai Egészségügyi Középiskola tanulója mutatta meg stábunknak. Nagyon egyszerű, fontos, hogy minden hónapban a havi vérzést követő 7-10 napon ajánlott elvégezni, mivel az emlőszövete ilyenkor a legpuhább. Fontos, hogy fekvő helyzetben a jobb kezét a feje fölé emelve egy párnát tegyen a válla alá, és a bal kezével tapintsa körbe az egész mellét. Közben ugye figyeljen arra, hogy nem érez valamilyen csomót, esetleg elváltozást, valamint nyomkodja át a mellbimbóit, hogy nem-e váladékozik, és ezután a hónalját is vizsgálja át, hogy nem érez bármilyen csomót, és ha bármilyen csomót észlel, vagy elváltozást, akkor konzultáljon egy orvossal. Gyurcsi Klára, az iskola egyik gyakorlatvezető tanára mondta el, hogy milyen tapintatúak a daganatok. Kemény, érdes, furcsa, olyan, mint egy több kis borsószemnyi is lehet, illetve lehetnek ilyen, mint hogy kis kövecskék lennének a mellében szétszórban. Gyakran a pároknál a férfi az, aki észreveszi a párjánál ezeket az elváltozásokat, azoknál a nőknél, akik ugye nem nagyon figyelnek önmagukra. Az emlődaganat a nők körében a leggyakoribb daganatos betegség. Pontos okát nem tudni, de bizonyos faktorok együttes hatása idézheti elő, mondta a dr. Bagi Teodóra, onkológus.
Tehát az ülő életstílus, kevés fizikai mozgás, túlsúlyosság, az étkezés, és minden olyan vegyi anyag valójában ízfokozó, színfokozó, ami valójában az ételünkben és az italunkban megtalálható. Ezek mellett a stressz egy nagyon nagy faktor, ami valójában az immunitásunkon és az immunrendszerünkön keresztül kihat a daganatos betegségeknek a kialakulására. Napi szinten alakulnak ki daganatos sejtek egy egészséges ember szervezetében, de az immunrendszer, ha mindig résen van, akkor felismeri őket és megsemmisíti. Abban a pillanatban, amikor valami miatt az immunitás nem jól működik, megtörténhet, hogy a kialakuló daganatos sejtek, tehát a szervezetben maradnak megfelelő táptalajon, azok elkezdenek szaporodni, és így alakul ki valójában a nem kontrollált burjánzása a sejteknek, ami egy daganathoz vezet. Az onkológus hozzátette, hogy Szerbiában törvény írja elő, hogy milyen korú hölgyeket hívnak be szűrővizsgálatokra. Mint mondta, amikor visszatér a normál kerékvágásba a szűrővizsgálatok elvégzése, mindenki ilyen a lehetőséggel, aki behívót kap. Sajnos az ultrahangos vizsgálatokra és fiataloknál nincsen szűrővizsgálat. 50 vagy 55 év fölötti hölgyeknél van a megfelelő korosztály behívva, általában 2 évente, mert így van bebizonyítva tudományosan, hogy ez elégséges időszak arra, hogy egy korai emlőrákot felfedezzünk. Ha valaki 2 évente szűrővizsgálatokra jár, nagyon kicsi az esély, megvan az esély, de nagyon alacsony az esély arra, hogy a 2 év között valamilyen agresszívabb dolog az emlőrák kialakuljon, de ezáltal mondhatjuk, hogy így megcsinálunk mindent, vagy megteszünk mindent az egészségünkért. Dr. Bagi Teodóra elmondta, hogy minél korábban fedezik fel az emlődaganatot, annál egyszerűbb a terápia. Sokban függ, hogy milyen a daganat biológiája. A korai stádiumban a műtéti beavatkozás az elsődleges. A típustól függően írják ki a kemoterápiát és a sugár- vagy hormonkezelést. Az átétes esetek komplexebbek, de jól ellenőrizhetők és kezelhetők. A Szabadkai Közkórházban a pandémia alatt is zajlottak a terápiás kezelések. Az onkológiai rendelő, az osztály és a nappali kórház folyamatosan várta a pácienseket. Szerbiai csecsemőrablásokról készített filmet K. Kovács Ákos és Olá Tamás. A Branka című kisjátékfilm 1991-ben Jugoszláviában, valahol a magyar határ közelében játszódik. A jugoszláviai kórházakból az 1960-as, 70-es évektől tűntek el gyanús körülmények között csecsemők. Az anyáknak minden esetben azt mondták, hogy gyermekük elhunyt. Sokan még ma is kutatnak gyermekük után, akiket minden valószínűség szerint eladtak másoknak. K. Kovács Ákos és Olá Tamás filmje ezekre a történésekre próbálja felhívni a figyelmet, méghozzá egy ápolónő szemszögéből, aki új kórházba kerülve szembesül az ott zajló borzalmakkal. A film alkotóival Vadlövő Gabriella beszélgetett Budapesten, az interjú előtt azonban nézzük meg a film előzetesét. Vidíte to, ovde kod nás je vám biti lepo. Ovo je mirno mesto. Egyedül jött? Egyedül. Hozok egy beteg felvételi lapot, jó? Ezt ki kéne tölteni, jó lesz? Jó, köszönöm szépen. Beba je u poprečnom položaju. To će biti carski rez, Zorice. Jel se desilo već nekada glavni ljekar pogrešio nešto? Ne razumem. Koliko je vaša početnička plata, Branka, kao medicinski sestri?
Kalkovács Ákossal és Olá Tamással, a film alkotóival pedig Budapesten beszélgetünk. Sziasztok! A Branka című film, az ugye az 1991-es Jugoszláviában játszódik, és a csecsemő rablásokról szól. Ti abban az időszakban, amikor ezek a dolgok történtek, vagy még meg sem születtetek, vagy nagyon picik voltatok, miért éreztétek mégis fontosnak azt, hogy foglalkozzatok ezzel a témával? Hát az egy... Azóta nagyon érdekes, hogy amikor egyáltalán szóba került, hogy mi ezt a témát feldolgozzuk, én akkor hallottam erről először, ez a Tamásnak az ötlete volt, ez volt 2017-ben. Tehát én már a 20-as éveim közepén jártam, amikor egyáltalán megtudtam, hogy ez történt Jugoszláviában. És az egy nagyon izgalmas dolog, mert onnantól kezdve elkezdtem kérdezgetni a szüleimet, az embereket magam körül, hogy akkor most végül is ezt tudtátok-e, vagy mennyire van. És az derült ki, hogy ugye az emberek nagyon nagy százalék az tudott róla, hogy ez valamilyen volt. És akkor elkezdett nekem ez egy ilyen nagy fekete hallgatássá lenni, egy ilyen közös hallgatás, hogy tulajdonképpen erről mindenki tud, csak senki nem beszél. És nem is érdekli őket, mert hát jobb erről nem tudni, jobb ezt nem bolygatni, és akkor ezt hagyjuk. És aztán viszont, amikor belássa magát az ember, akkor egy csomó olyan történet kiderül, ami egészen rettenetes. Akkor ezek szerint az ötlet az tőled származott? Igen, én több helyen olvastam már róla, meg hát elő-elő kerültek azért itt az elmúlt néhány évben újságcikkek a gyereküket kereső családokról, orvosokról, konkrét esetekről. Nem olyan régen valamelyik TV csatorna egy rövid dokumentumfilmet is készített az esetről, tehát hogy a közbeszédben valamennyire ez visszakerül. Én azt hiszem, hogy a kormány is tesz lépéseket, különböző bizottságokat alapítanak, de hát ezek a lépések nem túl eredményesek. És hát izgalmas volt azt látni, hogy akkor, amikor mi eljutottunk arra a pontra, hogy foglalkozzunk ezzel fikciós formában, kísértékfilmes formában, akkor így több ilyen kapu is kinyílt. Több információt tudtunk szerezni, weboldalakon információkat tudtunk gyűjteni, mert az fontos volt a számunkra, hogy a lehető legpontosabban ezeket a mechanizmusokat, ezeket ki tudjuk ismerni. A filmről tudni kell azt, hogy nem egy konkrét esetet dolgoz fel, hanem inspirálódtunk nagyon sok megtörtént esetről. Sajnos volt miből, mert elég sok esetről beszélünk, tudunk. Mi volt a célotok egyébként? Ákos, te azt mondtad, hogy ugye kérdezősködtél, de inkább ilyen nagy hallgatásba, vagy hogy is fogalmaztál, hogy ilyen kollektív hallgatás van róla, hogy tudjuk, de és mi volt a célotok ezzel fölhívni a vajdasági, szerbiai, régióbeli, vagy a nemzetközi nyilvánosság figyelmét ezekre a dolgokra? Az igazság, hogy mi szerettünk volna elmesélni egy történetet, amiben egy nő kiáll a mindenkori hatalom ellen, vagy valahogy egyszer csak egy szembe megy annak, amivel nagyon kevesen mernek szembe menni. Vagy hát nekem ez volt az egyik dolog, ami miatt úgy érezte, hogy ezt érdemes megcsinálni, és annak találtuk egyébként ezt a történetet. De nagyon fontos, és szerintem én abba bízok, hogyha most lesz valamilyen nemzetközi útja így a bemutató után a filmnek, akkor borzasztó fontos, hogy ez nyisson valamilyen fórumokat, beszélgetéseket, hogy legyen egyszer csak erről már szó végre. Hogy ne az legyen, hogy 10 000 eurót akarnak az anyáknak a gyerekeikét cserébe fizetni, és ne az legyen, hogy az Unió nem foglalkozik vele, és a legfelső bírósághoz kell fordulni a szülőknek, hogy egyáltalán észrevegyék, hanem egy picit kerüljön be a köztudatba, és abba bízom, hogyha sikeres lesz a film, vagy minél többen látják, vagy széles körben elterjed, akkor előbb-utóbb az kap akkor a nyilvánosságot, hogy mondjuk egy dokumentumfilm is születhessen belőle. És ha nem is mi csináljuk, akkor valaki megcsinálja ezt a dokumentumfilmet. Szerintem egy tök izgi dolog lenne, és nagyon fontos, hogy ebből egy ilyen nagyívű, igazán nagy dokumentumfilm szülessen, amiben akár a külföldi országokban, külföldön is megtalálják az anyákat. Branka történet egyébként fikció, vagy valós tényeken alapszik? Tehát amikor elkezdtetek ezzel foglalkozni mélyebben, akkor találkoztatok olyan személyekkel, vagy hallottatok olyan meséket, hogy tényleg volt egy ilyen ápolónő, aki szembe ment a rendszerrel? Amikor írtuk az első vázlatokat a filmhez, akkor azt kellett eldöntenünk, hogy ki lesz a fókuszában ennek a történetnek. És lehetett volna ez a történet az anyák története, lehetett volna a családok története, a hatalomnak a története, és mi úgy döntöttünk, hogy ez egy ápolónőnek a története lesz.
Nem tudok arra válaszolni, hogy volt-e, de azt gondolom, hogy kellett, hogy legyen. Valaki, aki ebbe az elképesztő döntéshelyzetbe kerül, mint amilyenbe a mi főszereplőnk, címszereplőnk kerül ebben a filmben. Ebben az értelemben fontosabb volt számunkra ez a helyzet, mint az, hogy létezette, de én merem remélni, hogy létezett. Volt egy ilyen, az nagyon érdekes, hogy volt egy nővér, aki nagyon fiatal volt, mikor ez zajlott, és most a 2010-es években, sőt, 2019-20-ban forgattak egy dokumentumfilmet, amiben hangját elváltoztatva, arcát kitakarva nyilatkozik, hogy ő bizony ennek részese volt és részt vett benne. De úgy volt részese, hogy nem ment szembe a rendszerrel, hanem... Hát gondolom, nem hiszem, hogy sokan mertek akkoriban, meg a mai napig nem gondolom, hogy az emberek azok vannak annyira... Szóval egy borzasztó kiszolgáltatott helyzet ez minden szempontból, és amikor mindenki benne van, szóval hova mész, tehát mit csinálsz? Budapesten ugye a Friss Hús Fesztiválon be is mutatták most már a Branka című filmet. Milyen volt a fogadtatás? Jó volt a fogadtatás, ugye azt lehet mondani. Az igazság, hogy ilyen nagy csöndek voltak a film közben, és szerintem ez nagyon jó. És utána is nagyon jó dolgokat hallottunk róla. Hát most ez egy izgalmas közeg, hiszen itt egy nagyon sok kis játékfilm van, és akkor szakma is megnézi, ismerősök is megnézik, a stábtagok is megnézték. Úgy vesszük észre, hogy egyenlőre, hogy működik és hogy hatásos. Készültök Krakkóba is egyébként. Mikor indultok és mire számítotok ott? Ugye azok már egy sokkal nagyobb közönség lesz, és akkor rájutunk a nemzetközi szintig is. Így van, június 4-én, illetve 5-én leszünk Krakkóban, 4-én lesz a filmnek az ottani premierje, ez egyben a nemzetközi premierje is a Brankának. Ugye a versenyprogramban van a film, tehát ez tehát reménykedünk, és hát fontos is, tehát minél többen látják, annál inkább szem elé kerül ez a fontos téma, tehát ez azért mégis egy rendkívül fontos küldetése ennek a filmnek, amellett, hogy nyilván ez egy kisjátékfilm. Nagyon izgalmas az, hogy külföldön hogyan értékelik, hogyan élik át ezt a filmet. Azt gondoljuk, hogy univerzális ez a történet. Hiába a jugoszláv polgárháború, ami a hátterét adja ennek a történetnek, hiába ez a furcsa nemzetiségi szempontból kevert közeg, amiben játszódik a film, valószínűleg annyira univerzális ez a dolog, és ez a krízis helyzet, ez a kilátástalanság, amibe kerülnek, legalábbis itt Kelet-Európában, hogy Krakkóban is meg fogja találni minden bizonnyal a közönségét. Ez volt már a közügyek, köszönöm szépen a figyelmüket. Holnap Kozma Zoltán várja majd Önöket Hírháttér műsorunkban. Tartsanak velünk akkor is, és ha tehetik, addig is. További kellemes estét kívánok, viszontlátásra!